Ez a Fehérvári Beszélgetések című műsorunk. Jó estét kívánok! Az utóbbi időben rendszeres, mondhatom így, havi vendégeink a fehérvári futóélet tagjai. A következő bő 20 percben is az egyik igen aktív taggal fogok beszélgetni. Kaufer Tamás a vendégem, szervusz! Köszöntelek! Köszönöm a meghívást! Tetszett a zene, vagy menjünk vissza és cseréljük ki valami? Hát egy AC/DC azért jobban tetszett volna, de vagy egy Deep Purple, de most azért maradjunk. Azért kérdezem ezt, mert ugye most három futóverseny is köthető a nevedhez, és mindegyiknek a rock and roll neve, ugye ott a Vértes Kozma rock and roll futás, akkor ugye lépcsőfutást szerveztél, én ott is ott, oda volt biggyeztve a rock and roll szó, és a Bencehegyi futás a legifjabb gyermeket, hogy így fogalmazzak. Ugye augusztus 1-én volt, ott az is a rock and roll égisze alatt ment. Miért éppen? Hogy jön össze a rock'n'roll és a futás? Azzal együtt, hogy ugye én magam is szoktam futni, és például rockzenére kifejezettel. Jó, de hogy nálad ez hogy jött? Szerintem minden gyermek életében, vagy fiatal életében eljátszott a gondolata, hogy ő most rockzenész lesz, és én is frontember szerettem volna lenni, és a mikrofont a fürdőszobába a hajsamponnal nyomtam a rock'n'roll, de nagyon rövid úton kiderült, hogy esélytelen a dolog, ahogy Mohai Tomi mondta, olyan a ritmus érzéke, mint a sötét itt a függönynek, és akkor tulajdonképpen rock szeretete az megmaradt, és akkor kellett egy olyan nevet választanom a futáshoz, ez is egy picit biznisz, üzlet, odafigyelés, hogy ami egy picit figyelemfelkeltő. És én úgy gondoltam, hogy ez a rock and roll, erre odafigyelnek, meg mellé nyomjuk a rock zenét, amit szeretünk, mert nagyon sok futóismerősöm van, aki szereti ezt a zenét. És akkor azért kapcsolódik ugye a három versenyhez, amit eddig úgymond kitaláltam, hogy azért tudják, hogy az én vagyok. Ennyi. Azt mondtad, hogy AC/DC jobb lett volna, de mégis ugye a különböző versenyeken az embléma az pedig a Rolling Stones nyelve. Nem, mert a Jaggerrel megbeszéltem, nem tudtam az AC/DC-vel megegyezni, mert ott folyamatos balék van. Jaggerrel tudtam megegyezni, hogy ezt a nyelvet használ. Hogy egyetlen probléma volt, hogy Vértes Kozmán nem tudott leszállni a Jaggernek a helikoptere, de jövőre állítólag jön. Tehát ez is valami figyelemfelkeltés, de jó, mert csipik a pólót, a versenyzők örülnek neki, és ennyi. Tehát egy picit egyszerűbb, mint mondhattam volna más is, de ilyen egyszerű. De jó, de egyébként meg sok vendég van, sok híres vendéged volt már, például Vértes Kozma, ugye Száraz Dénes színművész, Monsparsarolta, ugye mindig próbáltam, azért arra rájöttem hamar, hogy nagyon nagy a konkurencia, tehát ha valamit próbálsz csinálni, akkor valami olyat kell belevinni, amire úgy egy picit figyelemfelkeltő. És nekem az első nagy durranás az volt talán a második vagy a harmadik Vértes Kozmai versenyemen, hogy hozzám a könyvesboltba bejárt a Miklós Erika operaénekesnő színművész, és az Erikát talán mondhatom így, mert jobban vagyunk azóta is, és szinte napi kapcsolatban, sporton keresztül, és őt meg tudtam hívni, és gyakorlatilag az Erikát én indítottam el ezen a vonalon, mert akkor még senki nem tudta, hogy ez Erika sportoló volt, ő operaénekesként működött, és akkor eljött hozzám, és akkor erre a média is felfigyelt, és rájöttem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó reklám volt nekem, és akkor utána próbáltam mindig olyan vendégeket meghívni, akik örömmel jöttek, és becélozni olyan fehérváriakat, sportolókat, színművészeket. Hát aztán a legnagyobb durranás az volt most, hogy a 10. jubileumi versenyünkön a nemzet sportolóját, a Balczó Andrást, tehát egy olyan ember tudtam meghívni Vértes Kozmára, hogy tényleg ez... Könnyű volt egyébként őt meghívni? Mert azért nem áll ő igazán könnyű ember. Nekem könnyű volt. Nekem azért volt előnyöm ebben, mert én tudtam, hogy a Balczó András élt Vértes Kozmán, tehát tudtam, hogy ez egy nem akármilyen, hogy ő visszafogja, nagy valószínűséggel visszafogjönni Vértes Kozmára az emlékek miatt. Ugye 10-akárhány évet élt Vértes Kozmán, illetve a Maracskó Tiboron keresztül, aki fehérvári származása, tudjuk, aki ő is egy etalon az öttusában,
Maracskó Tiboron keresztül volt egy vonalom, és akkor ez így jött, és akkor segítséggel persze, de hát... De magasra tetted a létszert, tehát ki jön jövőre, vagy kik jönnek jövőre? Nem tudom, ki jön jövőre. Ez ilyen adhok volt egyébként, mert nem, most már ezzel nem küzdök annyira. Jó Isten, úgy látszik, hogy ezt így tényleg összerakta nekem. Mert annyira nem is érdekelt, hogy kit hívok meg, mert az volt már bennem, hogy tényleg szerintelenség nélkül mondhatom, most már nevezési limitet vezetek be a Vértes Kozmai versenyen, mert annyian vagyunk, és itt ugye korlátozott a lehetőség létszámban. És valahogy így adódott, hogy a Balcó. Mindig ott volt nekem, hogy a Balcó Bandi bácsinak melyik lehet a háza, körülbelül tudtam is, meg hogy ott élt, meg ugye hát az nagyon fontos volt, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy mi néztük a tévében a világversenyeit a Balcó Andrásnak, és izgultunk. Hát ez akkor, hát nem is tudom, hogy a mostani fiatalok ezt tudják-e, hogy mit jelentett. Talán az aranycsapat szintű, tehát az egész ország megmozdult akkor, amikor a Balcó András futott, vagy éppen lőtt, és hát tényleg, és ő valóban, ahogy említetted, ő eléggé elzárkózottan élt, vagy él, és azért nagyon óvatosan, nagyon nagy tisztelettel kellett ezzel a meghívással bánni, de aztán annyira jól sikerült, hogy vendégül is látott engem. Most láttam a közösségi oldalon, igen, a utána fotót, a verseny után, mert az igazság, hogy nekem volt egy kis hiányérzetem ezzel kapcsolatban, amikor ők jöttek a Maracskó Tiborral, még a család is, többek családja ott volt, és a Balcó Bandi bácsi, én nem igazán tudtam úgy foglalkozni velük, ahogy mint házigazdának illett volna, mert nekem ugye ott volt a verseny, amit kellett pörgetni. És akkor én felvettem a kapcsolatot a Balcó Bandi bácsival, hogy egy picit úgy valahogy kimentsem magam, vagy hát mégis, és ő mondta, hogy ne beszélgessünk itt telefonban, hanem gyere, gyertek el. És Szabolcs Feri barátommal, aki ugyancsak velem amatőr futó, a Vidibe kosarazott, a Szabolcs Feri válogatott kosaras volt, hát boldogan, és azt mondtuk, hogy el. És akkor egy délelőttet ott töltöttünk, és megismertünk egy olyan sportembert, egy olyan nagyságot, hogy ja. Akkor még nincs ötlet, hogy ki a jövőre, viszont hogy indult az egész, mert ugye erről beszéltél már nekünk itt mikrofonba, hogy ugye ez egy 10-15 fős tanárdiák futóversenyként indult, ugye? Jól emlékszel. Ez úgy volt valahogy, hogy a lányom, a Barbara Rákócziba járt, és ott kellett valamit prezentálni ott a tanárok, diákok felé valami, hogy én vagyok a leglelkesebb szülő című rész, és akkor azért már én futottam, és nekem ez mindig ott volt, hogy valami kis futást kéne csinálni, és akkor én előzőleg ott nyaraltunk, és én láttam, hogy ez egy mese. Hát az, aki Vértes Kozmáját, az tudja, hogy miről beszélek, aki meg nem, az jövő héten menjen el. És akkor én ezt kitaláltam, és akkor a Barbara osztálya egy-egybe meg volt hívva, ez ugye 10 éve volt, és akkor szóltam a futó barátaimnak, de ez keményen szigorúan mindenki fizette a nevezési díjat, majd hazafelé a Pedro kocsmába, persze megittuk Zámolyon, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg 12-en álltunk oda a 15 kilométeres althoz, alkoholot fésztollal fölírtuk a kézfejünkre, tehát eljátszottuk a nagy versenyt. És akkor nem is igazán gondolkodtam én még ebbe tovább, csak annyira jól éreztük magunkat, hogy akkor ezt ismételjük meg. És hát aztán kinőtte magát, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon. És akkor a másodikon már mennyien voltatok? Tehát nagyon-nagyon hatványozottan ment fölfelé. Volt, azt hiszem, egyetlen egy megtorpanásunk volt, nem is tudom, hogy miért, talán nem volt akkora reklám, vagy nem is emlékszem már, hogy ez összefolyik ám a 10 év. De egyébként volt, amit mondasz, itt minden volt már. Tehát hóba is futottunk, mert ugye ez április végén, március-áprilisban van körülbelül ez a verseny mindig. Tehát volt, amikor hóba futottunk, volt, amikor félmeztelenül futottunk, volt a szakadó esőben, jégesőben, tehát az időjárás minden arcát megmutatta. De lényeg az, hogy mi olyan mértékben növekedett mindig a versenyzőknek a száma, hogy már tavaly is, és az idén is limitet kellett bevezetni, és az erdőgazdaság ad egy limitet, hogy annyi embert engedhetek be, és ez nagyon szigorúan tartanom kell magam, illetve mivel ez fokozott természetvédelmi terület, itt tényleg brutálisan betartunk mindent, mert nem merem kockáztatni. Hát itt nem szól a rock and roll, ugye? Tehát itt nem nincs. Szól a rock and roll maximum, ahogy hívják, a Fülesbe. Hogy az MP3-ot nyomja, viszont minden más. Minden más. De világéletedben egyébként ennyire ilyen
energikus, talán, bocsánat a kifejezés, de ilyen minden lébe két kalácsávó voltál? Igen. Tehát meg egészen kicsinek? Szervezek, és akkor szervezek valamit, és akkor talán jól sikerül, nem tudom, ez nem az én tisztem meg. A Vértes Kozma jó, azt tudom mondani. Jó, meg hát... Meg akik voltak, azt mondják, hogy nagyon jó volt a lépcsőfutás is jó volt, bejött a Bence egy is, bejött végül is. Szeretek így szervezni, aztán mindig azt mondom, hogy hagyjatok béke, nem csinálok semmit. És elmúlik két hét, és akkor jár az agyam, hogy mit lehetne csinálni, és iszonyú sok ötletem van még. És tényleg annyi ötletem van, és mindig olyat kell csinálni, hogy egy picivel jobb legyél, mint a másik, nem kell sokkal, csak egy olyan ötletet belevinni, hogy a lépcsőfutás, az se alapvetően az én ötletem volt. Mert ugye New Yorkból indult, meg mit tudom én, Budapesten, és azt hiszem már 3 éve van lépcsőfutás, de Fehérváron nem. Hát itt a legnagyobb probléma az volt, hogy hol. Mert ugye itt nincs irodaház, hogy azt mondom, hogy most kibéreljük szombaton, vagy valami. A legnagyobb probléma az volt, hogy hol? Hát lakók, meg viszik le a szemetet, meg mit tudom én, hát most odamész, és ott zörögsz, meg hörögnek a futók fölfelé. De ezt megoldottuk, tehát nagyon korrekt volt, a Koklászló utcában volt, nagyon korrektek volt a lakók, persze segítséggel ismertem ott sok lakót. Megcsináltuk, aztán ugye a Kajzer Csabiak a tűzoltóság vonaláról, ők bejöttek maszkba, és felszerelésbe, nagyon-nagyon látványos volt, igen. És mondtad, hogy vannak még ötleteid, mi a... Hát nem mondom, mert lenyúlod, érte. De mi az, amit mondjuk megvalósítasz legközelebb, vagy tehát van már most, ilyen, ami... Most, amit már beszélgettünk, a Koppán Viktor, őnek így valami státusza van a tűzoltóknál, lehet, hogy te pontosan jobban tudod, a fotósrácok. Igen. Vagy segítő, az önkéntes tűzoltók. Igen, önkéntes tűzoltóknak, ami elnök helyettes, vagy elnök, bocs, hogyha lehet, hogy már elnök, vagy nevezzük el elnöknek, és akkor jobban fog segíteni. Ővele beszélgettem most, és ott a tűzoltó laktanyában szeretnék valami olyat kitalálni, ami futás is, de mégis a gyerekeket is bevonni. Mert úgy gondolom, hogy az elmúlt években talán a tűzoltók felé fordult egy kis figyelem, de még mindig nem akkora, amit szerintem ők megérdemelnének. És ott van valami jó kis pálya. Mondtam, hogy kimegyünk, majd megnézzük, és akkor bevonva a gyerekeket is, és akkor az amatőr futókat is, és akkor ott jól érezzük magunkat. Mondtad a gyerekeket, ugye a Vértes Kozmai rock'n'roll futáshoz kapcsolódik egy tábor, a Pipacs tábor, igen, amiben szintén ugye szervezel, részt, igen, veszel. Hát ez úgy jött, hogy én nagyon-nagyon régóta ez is itt, én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, pici gyerekeket is, és mind a bebizonyított az elmúlt 3 évben volt már ez a Pipacs puszta gyermektáborok sorozatához kapcsolódtunk a Hengli Marikával, aki évek óta csinálja ezt a Pipacs puszta gyermektáborokat, de mindig hiányolta, hogy nincs egy ilyen sportosabb, és egy fiú, tehát fiút keresett ő elsősorban, már tudjuk, hogy ez a táboros vonal, ez elég mind a pedagógus szakma, elég el nőiesedett. Gyöngyfűzés, képzőművészet. Persze, ott a gyerekek ragasztják a leveleket, és akkor utána meg mit tudom, de tragikus, érted, egy bizonyos szinten túl. Tehát most őszintén, hát most ki akarod ragaszgatni, szerencsétlenek ragaszgatni. Hát az gyerekek szeretnek ragaszgatni. Egész évben ragaszgatni. Sokkal jobb elásni valakit az erdőbe, majd kiásni. És tehát én próbálok olyanokat bevonni ebbe a táborba, és a visszajelzések, a gyerekek egyébként a legjobb mérce. Mert mindenki visszajön, sőt, kinőttük Vértes Kozmát. De mi futtatod a gyerekeket Vértes Kozmán? Halál, vagy az, hogy meg, mi? Ott halnak bele, érted? De imádják. Felkeltem őket hajnali 2-kor, és azt mondom, hogy most idegen légiós kiképzés van, és akkor pisinik, nem érdekel, pisinike, kimegyünk. Ezt durván mondom, de valahogy így. Tehát kimozdítom őket abból a komfortzónából, amiben megérkeznek a lányok, megérkeznek hajsütővassal, és hogy hívják, mi ez itt? Körömfeltöltés. Első délután körömfeltöltés van. A fiúk megérkeznek a, mit tudom én, a telefonhúzogatással, érted? Aztán mondom nekik, hogy most ezt nem kéne húzogatni, hanem futni. Hát nincs is nagyon térerő Vértes Kozmán. Hát nincs tére, de játszani tudnak vele. Tehát ezeket lekor szoktuk küzdeni, mondjuk 8 perc alatt ezeket a hajsütővasakat elássuk, akkor mit tudom én, beledobjuk a csalámba a telefonokat. És akkor próbálom a gyerekeket ahhoz szoktatni, hogy azért ezen is túl van valami, és kizökkenteni a komfortzónájukból őket, hogy érezzék mi az, hogy nem baj, ha koszos vagyok, marhára nem baj, ha éhes vagyok, senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel, hogy szomjas. És amikor ezeket, hogy ez nem tragédia, hogy valaki éhes vagyok, és akkor mi van? Tehát ha rájön arra, hogy ezen túl is van élet, és utána iszonyatosan fogja élvezni. Csinálunk piszkos napot, nem szabad fürdeni.
Megnyitod a csapot, akkor kimész, 10 fekvőt. Nem fürdünk. És akkor olyan dolgokat találunk ki, persze, most viccesre veszem a figurát, de a Marika azért, a Mengli Marika mindig megállít, hogy Tamás, ezt nem, mert nehogy balhé legyen. Na, nem mondjál, azért van egy kontroll rajta. Van egy kontroll, és akkor ez így valahogy a ketten összerakjuk azt, hogy de visszajönnek a gyerekek, hát nem jönne vissza, a gyerek a legőszintébb. Tehát ha hazamenni és azt mondani, hogy soha többet nem jövök, na most ehhez képest a gyerektábor is kinőtte Vértes Kozmát, és keresünk egy helyet, ahol még több gyerek tud részt venni. Hát itt szóba került a laktanya, akkor ilyen kiképző, lehet, kiképző ilyen tábor. Figyelj, ez két gyereked van, ugye, hogyha jól igen, tudom? Igen, Barbara, 21 éves, Gábor már 25 éves, hát most már igen, nem is gyerekek, hanem felnőttek, de hogy nem gyerekek. Neked mindig gyerekek lesznek, de őket is terrorizálgattad így, hogy akkor mobiltelefont eldobni? Na ez egy nagyon érdekes, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy amikor a Gábor fut, most a Barbara is komolyan most már másodszor elkezdett futni, hogy én most ütöm őket. Nem, ebből mindig presztízst csináltam, hogy ő nekik soha. Viszont jöttek az én versenyem. Inkább a más gyerekét. Sokkal szívesebben. Nem, azért nem akartam az én gyerekeimet, mert hogy nehogy az legyen, hogy mert biztos, hogy átléptem volna azokat a határokat, amit esetleg nem szabad. Nem, dönts elő. Viszont azért megkapta ő, mert ugye jött velem versenyre, és gyakorlatilag belenőtt ebbe. Amikor én is járok ezekre az amatőr versenyekre, belenőtt abba. Ők is jól érezték magukat. Látták, hogy mit jelent ott lenni, hogy csapatban lenni, együtt lenni, jól érezni magunkat. És egyszer csak mondták, hogy akkor most én is, Barbara is most kitalálta, hogy legközelebbi futóversenyem, itt most 10 kilométert most akar, jó, fussá. Persze segítem onnantól kezdve már. Te emlékszel egyébként a te első ilyen amatőr futóversenyedre? Mikor és hol volt? Hogy volt? Hát az elsőre mindenki. Mindenki? Hát az olyan, mint a gyereked, amikor megszületik, vagy mit tudom. És mikor és hol volt az nekem első versenye? Nekem az életem első versenye volt, az Ibusz maraton volt. 1900, hú, most az évszámmal lehet, hogy megfogtál. Na tessék, mégsem emlékszel. Mégsem, de ez tragédia, mert én holnap sem, rád nem fogok emlékezni. Hát a memóriám az tragikus, az ismerőseim tudják. Az évszámot hadd ne mondjam el, de szerintem 25-28 éve volt, akkor még Ibusz maratonnak hívták, hát ugye mindenkinek, tehát nekem is, én sport, kosárlabda, atlétizáltam, kosárlabdáztam, aztán... Ha meg ne sértődj, de ezzel a magassággal kosárlabdáztál. Ez szarul esett. Ez nagyon rossz, nagyon jó bedobó voltam, nagyon gyors voltam, viszont kinőttem magam a vidífig, aztán kész, aztán ennyi volt a történet, és akkor jött az, hogy mondjuk senkit nem érdekel, de szeretném elmondani. Hogy azért vagy itt, mondjuk. Persze. Hogy lehetne itt a háttérben gyerekkori képeket. Hát az a legnagyobb tragédia, amikor négy éves, hat éves Jenőket. Na és akkor ugye, hogy valamit kéne csinálni, abba hagyod az élsportot, és egy idő után, mint nálad is, meg szerintem sokaknál is, hogy mit csináljunk, valamit kéne. Kosárcsapat nem jött össze, nem férsz be a tornaterembe, és akkor jött a futás. Mi volt az alapkérdés? Az első versenyről hát beszéltünk. Ja, és akkor a Sió Attila, akivel én együtt kezdtem el atlétizálni, az Attila aztán sikeresebb hármasugró lett, ő tovább folytatta a vidibe. Őnek is szóltam, mert tudtam, hogy ebben van rutinja. Az Attila akkor 1000-rel nyomta már a maratonokat. És mondtam neki, hogy Attila, szeretnék egy maratont futni, csinálsz egy edzéstervet. És akkor mondta az Attila, hogy persze, mit tudsz most futni? Hát mondom, egy órát tudok futni körülbelül. És akkor leírta nekem. Na, utólag kiderült, hogy az Attila egy olyan brutális edzéstervet csinált, de hát ugye inkább kemény. Mennyi volt az első maraton? Az első maratonon az 4 óra 43 volt, és a halál. És azt mondtad, amikor beértél, soha többet? Soha, hát a klasszikus. Persze. Beérsz 5 perc után, soha többet. Amikor 8 perc után, akkor már két hányás közt érted, akkor már... Figyelj, azt mondtad, hogy egy 25-28 éve volt nagyjából valamikor ez az Ibusz maraton, tehát viszonylag régen. Ma is jársz ilyen versenyekre, ma azt látja az ember, hogy azért nagyon sok minden sajnos, főleg a nagy versenyeknél, mondjuk az Ibusz utódjánál is, az látszik, hogy nagyon elüzleti esedett, meg nagyon nagy divat lett, tehát óriási mennyiségű ember az, aki elindul, ugye, meg a kísérő versenyek.
Milyen volt 25-28 évvel ezelőtt? Olyan volt, hogy elmentem edzeni, és lekiabáltak, hogy hülye gyerek. Tehát ez volt, amikor kielindultál kifelé a tavak felé, vagy a bregyó felé futni, akkor lekiabáltak, hogy hülye, kocsit, letekerés, ablaktekerés, érted? Hülye gyerek, hova futsz? Tehát itt voltunk, most ahhoz képest ez egy nagyon pozitív változás, hogy nem tudsz úgy elmenni, bár most az szakadó esőbe ugye jöttem, és futtam. És én is láttam futót. Persze. Nem én volt, mert egy órája futtam. De az, hogy tényleg ez egy pozitív is, nagyon-nagyon sokan futnak, divat, de úgyis a divatosok abban hagyják, hogy átmennek más. A sport divat lett. Az, hogy nagyon elüzleti esedet, mint minden. Viszont tudsz választani, az egy nagyon jó dolog. Mindenféle kategória van, mindenkinek a pénztárcájának megfelelő. Tehát el lehet menni egy 8-10 ezer forintos nevezési díjú versenyre is, meg el lehet menni egy 1800-2000-3000 forintos nevezési díjversenyre is, és ki eldöntheti, és nem feltétlenül rosszabbak az olcsóbbak. Meg szoktam kérdezni azoktól, akik itt ülnek velem szemben, és így ez a társadalom, amihez te is tartozol, te apostrofáltad magad az amatőr futó társadalom, hogy te mit mondanál, olyan lelkesen tudsz ezekről a dolgokról beszélni, hogy mit mondanál annak, aki most azon gondolkozik, hogy akkor most kéne, vagy nem kéne, vagy mit kéne futni, de jó lesz az nekem, szóval tudod, aki vacilál, most gondolkozik, hogy miért kezdjen el futni, miért jók ezek az amatőr futóversenyek, vagy miért jó egyáltalán minden héten 2-3-4-5-ször megizzadni, belepusztulni, így van, meg megázni, meg télen a hidegben, szóval, hogy ennek azért megvannak azok a részei is, amik nagyon nehezek, de ettől ezek teszik igen. Igazán szépé az egészet. De miért kezdjen el valaki futni, Tomi? Az a szabadságérzés az megvan, hogy ettél már sós kiflit, zacskós tej, útpatka? Ez meg volt? Meg, persze. Sejtett, hogy mire persze, gondolok? Persze. Na most szerintem nagyon sok ember az életében idáig nem jut el. Tehát most az első lépés, akkor ha felmerült benne az, hogy valamit próbál, tehát idáig eljutott, hogy valamit kéne tenni, de fogalma nincs, akkor menjen el egy ideig, tehát itt ne Fehérváron, mert ugye azt ismer, és akkor megkérdezik, hogy a Józsi, te hülye vagy, és bevitetik a sárga. Nem. Menjen el valahová, vegyen egy zacskó, egy liter, nagyon lényeges, literes zacskós tej, nem könnyű hozzájutni, de vannak kapcsolatban. A klasszikus nagy sós kifli, az igen. Egy picit egyszerűbb, de a klasszikus, tehát a ropogós sós. Kicsit kimarja a szádat, picit, a igen, mert az a típusú só kell hozzá, ami a nagyszemű. Nagyszemű, az nagyon lényeges, hogy ne jódozott só legyen, klasszikus konyha sóval. Igen. És akkor ez fogja meg ezt a történet, és menjen el Várpalotára mondjuk, vagy menjen el Móra, ahol mit tudom én, talán nincs ismerőse, üljön le az útpatkára, de úgy, hogy megy a nép ott, tehát ne éjjel. Ne, üljön le az útpatkára. Hétfő reggeli csúcsforgalomban. És mennek a népek ott dolgozóba, meg iskolába, meg akárhová, és üljön le, és nézze az embereket, és figyelje, ahogy. És ha az neki eljut odáig, hogy ez nem kínos, hanem egy szabadságérzést ad, akkor körülbelül sejtheti azt. Vagy mit tudom én, ezt nem nagyon tudom mondani, mert van egy sportautója, vagy teljesen mindegy, akkor harmadikat kapcsolsz, és meghúzatod, és érzed azt az erőt. Most idáig azért el kell jutni a futásba is. Tehát ad egy olyan szabadságérzést, amikor legyőzöd önmagad, amikor elmész futni 184 métert először, hangsúlyozom, 184, nem kell többet. És hazaérsz, és azt mondod, hogy én ezt a 184 métert lefutottam, és egy picit büszke vagyok magamra, és ebben párhuzamosan lehet, hogy már nem vacsoráztál annyit, nehogy Isten, egy picit fogytál, be tudod gombolni a 7 éves Lévi, 501-es Lévis farmeredet, ami ott van a, hogy hívja, szekre, és soha nem fogom tudni többet fel. Mégis felvettem. És akkor jönnek ezek az apró jelek, és azt veszed észre, hogy a hétköznapi életben is, már pedig mindenkinek vannak ilyen, olyan, amolyan problémái, könnyebben viszed. Kikapcsolódás, egy olyan szintű feltöltődés, ami azonnal elérhető, nem kell megvárni a hétvégét, nem kell megvárni a pszichológusodat, nem kell megvárni az orvosodat. Kis túlzással a pénzbe se kerül? Hát, most azt, hogy veszel egy cipőt. Most figyelj, ha azt elosztod azt a cipőt, az edzések száma, meg az vicces. Persze. Nincs napszak, nincs évszak, teljesen mindegy. Sőt, én már keresem az extrémeket, mert most kimegy, most abban mi a jó, hogy elmész 23 fokba futni. De viszont milyen jó volt múlt héten, amikor feküdtek otthon az emberek a légkondis lakásban, és azt mondták, hogy hát ezt nem lehet kibírni, majd felvettük a, nem csak én hangsúlyozom, és kimész, és megcsinálod. És
nem másnak csinálod, csak megint megcsináltál egy olyan dolgot, ami talán nem átlagos. Egy olyan visszajelzések jönnek, és jobb lesz a komfortérzeted, erősebb leszel. Mindenféle szempontból pozitív visszajelzése. De azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát itt nagyon-nagyon durva küszöböket kell átlépni, és nem feltétlenül ott a pályán, meg a versenyen, majd ha elmész ilyen amatőr versenyekre, ha véletlenül valaki ilyen elkeveredik, hanem reggel ott kezdődik, hogy megszólal az órád. És föl kell kelni, hétvégén, be kell ülni mondjuk az autóba, és el kell menni a futóversenyre. Például, de az, hogy egyáltalán, most azért nézzük meg, hogy egy nap 24 órából áll, azért senki nem szeretné, ha mondjuk a munkarovására menne, a családrovására menne, egyetlen egy napszak van, legalábbis én így tudtam mindig megoldani, a hajnal. És akkor fölhúzom az órát munka előttre, és akkor megcsinálod. Na de hát ki akar akkor felkelni? Senki nem akar felkelni. Tehát amikor legszívesebben még fordulnál egyet, de akkor felkelsz, megerőszakolod magad, és nem egyszer, és nem kétszer, de ezek visszajönnek. Csak akkor abban a pillanatban marára nem érzed. Hát igen, be kell fektetni ahhoz, hogy igen, visszajöjjön. Igen, de viszont megéri. És azt mondom, ha valaki rászán az életéből erre pár hetet, pár hónapot, a futás a leggyorsabban észrevehető. A lányok mondjuk 99%-ban azért kezdik el, mert mit tudom én, szülés után nagy lett a fenekük, és akkor elkezdjünk futni. A fiúk mondjuk nem feltétlenül az alakjuk miatt, hanem azért, mert régen sportoltam, és hú, de jó voltam. De pár hónap is jönnek a visszajelzések. Még szerintem egy más sportágban sokkal többet kell időben edzeni, ahhoz, hogy jöjjenek a visszajelzések. Tomi, nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés. Ennyi? Köszönöm szépen. Hát ennyi ez a 25 per perc. De azt hiszem, hogy jössz még majd hozzánk, vagy ide, vagy a rádió stúdióba, és akkor folytatjuk, mert van még szerintem a te tarsolyodban sztori, meg az ötletek, szerettem meg Vértes Kozma. Szerettem volna még egy-két sztorit elmondani, de hát akkor maradjon így, és akkor mindenki izgulni fog, hogy mi a második hogy mi van rész. Még? Persze. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a meghívást. Ennyi volt mára a fehérvári beszélgetés, Kaufer Tamás futó, gyerekkínzó és futóverseny szervező volt a vendégem. Maradjanak velünk, viszontlátásra!